Sok szeretettel köszöntöm nézőinket és stúdiónk vendégét, Erkelényi Angerikát, írót, újságírót. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy eljöhettem. Jó napot kívánok! Amikor először itt jártál nálunk, akkor ugye egy novelláról beszélgettünk főként, és arról, hogy sikerült ezzel a novellával a Teréz anyu pályázatnak a fődíját elnyerni, és érintőlegesen már beszéltünk arról, hogy hamarosan érkezik egy könyv is, ami most már itt van előttünk, Erkelényi Angelika, az Agyam eldobom nő pánikban. Már akkor is mondtad, hogy ez egy igaz történet, tulajdonképpen egy napló, amit te akkor írtál, amikor a pánikbetegségben szenvedtél, de mi volt az a motiváció, hogy ez ki is jöjjön, hogy más is elolvassa? Mi volt ez a pont, amikor azt mondtad, hogy egy kicsit túl kell lépni önmagadat? Ez nekem nem volt annyira nehéz, mint amennyire úgy tűnik. Nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy nem érzem ezt kellemetlennek, hogy az ember felvállal egy ilyen típusú betegséget. Nem. Nem, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy rengeteg ember szenved pánikbetegségben. Egyesek felvállalják, vannak, akik nem, vannak, akik úgy szenvednek, hogy nem is tudják, hogy mi bajuk van, és én azt gondolom, hogy mivel a humorra építettünk, és a könyvnek a nagy része tulajdonképpen tényleg vicces történetekből áll, hogyha egy kicsit felülről szemléljük ezt a betegséget, és kívülről nézzük, akkor a humor az kihozhat bennünket ebből a betegségből, nem teljesen és nem mindenkit természetesen, de nagyon sokat segíthet abban, hogy könnyebben meggyógyuljunk. Talán nem mindenki tudja, hogy mit érez egy pánikbeteg, és ezt te is leírod a könyvben, hogy leginkább azt tudja csak ezt átérezni, aki tényleg át is élte. Elmesélni nehéz is, de azért mégis lehet, hogy sokan magukra ismernek a beszélgetés által, hogy ebben a betegségben szenvednek. Két olyan ember is olvasta a könyvet, akitől véleményt kaptam, és ők nem pánikbetegek. Mégis magukra ismertek a történetekben, és azt mondták, hogy azért, mert valószínűleg mindenkinek van az életében mély pont. Nem biztos, hogy ez pánikbetegség, nem biztos, hogy depresszió vagy hipohondria, de ezek a mélypontok, ezek felismerhetőek az emberek életében, és mindenki magára ismer benne, aki olvassa. Nem hiszem, hogy van olyan ember, akinek az egész élete végig boldogság és kacagás. Azt gondolom, hogy mindenkinek szól. Mindenkinek, és bár az a címe, hogy nő pánikban, mert hogy ugye természetesen rólam szól, ugyanakkor a férfiak is megtalálják benne magukat. Mennyi idő telt el, mire érezted magadon, hogy valami nincs rendben, és hogy ez lehet a probléma? Ugye rengeteg betegséget lehet olvasni a könyvben, és tényleg humoros formában, tényleg elhiszi az ember, hogy akkor, amikor ezt leírtad, akkor tényleg úgy érezted, hogy például infarktusod van. De valahol azt mondja az ember, hogy igen, nagyon humoros formában van megfogalmazva az, amit leírtál, másfelől viszont nagyon-nagyon komoly dolgokról beszélsz. A pánikbetegség nem vicces. Aki benne van, az tudja, hogy ez egy szörnyű érzés. Nem tudod, hogy mi bajod van. Nem tudod, hogy mi a problémád. Hol szívinfarktusod van, hol a fejed fáj, hol a gyomrod fáj. Elmész az orvoshoz, kivizsgálnak, és kiderül, hogy egészséges vagy. De akkor mi a baj? Akkor mi van velem? És amikor esetleg diagnosztizálják jó esetben a pánikbetegséget, akkor pedig nálam például az elfogadással volt probléma. Én nagyon nehezen fogadtam el azt, hogy nekem pszichés betegségem van. És szerintem ezzel mások is így vannak. Hogyha nem fogadjuk el, akkor nem is gyógyulunk ki belőle. Mert akkor lehet neki menni a pániknak, és akkor lehet kezelni a pánikbetegséget, hogyha tudjuk, hogy valóban így van. Először megijedtem tőle, mert mondjuk egy szervi betegség esetleg gyógyítható, de az agyammal mihez kezdjek? Aztán utána az nyugtatott meg, hogy ja, akkor mégsem vagyok halálos beteg, akkor viszont valamit kezdenem kell tényleg ezzel a dologgal. Jártam pszichiáternél, akivel nem voltam együttműködő. Be kell vallanom, nem működtem együtt, és nem a pszichiáter hibája volt. Én azt gondoltam, hogy majd én megoldom. Csak azért tudtam megoldani, mert egyrészt kezdeti stádiumban voltam. Nagyon-nagyon erősen akartam normális lenni. Normálisan viselkedni. Nem kirohanni a moziból, nem kirohanni a színházból, nem elrohanni a bevásárlóközpontból, és
és el is kezdtem magamat tréningezni. Bejárkáltam olyan helyekre, ahol, amiktől féltem. De nagyon sok embernek viszont ez nem segít. Akik már egy kicsit mélyebben vannak, és már tényleg nem mernek kijönni a lakásból, és félnek felszállni a buszra, vagy percenként leszállnak róla, egyébként ez velem is előfordult, azoknak valóban pszichiáterhez kell fordulniuk, vagy pszichológushoz. Volt valami, ami ezt kiváltotta, vagy tényleg egyik napról a másikra úgy érezted, hogy hopp, valami most eltörött? Nálam egy bizonytalansági időszak volt abban az időben. Nem volt munkám. Albérletben laktam. Úgy éreztem, hogy esélyem nincsen tovább lépni. És valószínűleg az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy meghalt a kutyánk. Nagyon-nagyon szerettem a kutyát. Rengeteget sírtam miatta, és másnap felszálltam a metróra, és rosszul lettem. Úgy éreztem, hogy kiszakad a szívem, el fogok ájulni. És elkezdtem figyelni magamat, és talán ez volt a probléma. A könyv végén írom is, hogy azok az emberek, akik átélnek egy pánikrohamot, sok esetben nem tudják, hogy átéltek egy pánikrohamot, mert nem foglalkoznak vele. Én figyeltem magamat, és foglalkoztam vele, és szorongtam, hogy jön majd a következő. És jött is. Tehát az fix, hogy jön, hogyha az ember arra gondol, hogy bekövetkezik újra ez az infarktus érzés. Ugye nekem naponta akár 5-6-szor volt infarktusom, és ezen nagyon jót nevetett pont a Molnár Anikó, aki szintén pánikbeteg, hogy neked is 5-6-szor volt naponta infarktusod? Persze. Fel fogják ismerni azok, akik olvassák pánikbetegként, azokat a tüneteket, amiket én produkáltam, pont ugyanezeket produkálja az összes pánikbeteg. És attól fogva, hogy tudjuk, hogy ez nem egy halálos betegség, és ezt az agyunk váltja ki, attól fogva talán könnyebb elindulni a gyógyulás útján. Hogy olvassa az ember a történeteket, tényleg nem tudja eldönteni sokszor, hogy sírjon vagy nevessen, mert a stílus az tényleg a humor felé viszi a könyvet. Hogy tudtad te annak idején, amikor véresen komolyan gondoltál dolgokat, mégis iróniával, humorral fűszerezve papírra vetni? Én így szeretek leírni dolgokat. Nem bírom, hogyha sajnálnak. És ezért a legkeményebb, legkegyetlenebb problémákat is igyekszem egy másik oldalról szemlélni. Nekem félig mindig teli van a pohár. És talán ez nagyon sokat segített nekem abban, hogy meggyógyuljak. Mert másképpen látom, nem süllyedek be, igyekszem tényleg öniróniával kezelni a különböző problémáimat, és dédikém szavaival élve úgy még sose volt, hogy valahogy ne lett volna, mindig ezt mondta nekem, és azt gondolom, hogy ez nekem egy jó vezérelv, mert tényleg visszagondolva most már vicces. Akkor, amikor én ezt leírtam, egyáltalán nem találtam humorosnak. Sőt, amikor pánikbetegen visszaolvastam, akkor sem találtam humorosnak ezeket a történeteket. Később, egyébként az elejét és a végét, azt most írtam meg. Csak a napló rész az, ami a pánikbetegségem idején készült, mert most már felülről tudom szemlélni a dolgokat, és kívülről látom magamat, és le tudom vonni a következtetéseket. És most már tudom, hogy mi volt az, ami engem kisegített ebből a helyzetből. Nyilván az embernek önmagának kell tudni valahogy kilépni ebből a helyzetből, vagy ezekből a negatív gondolatokból, de azért mégis a segítők is fontosak, és a könyvben erről is sok szó esik. Egyedül nem lehet belőle kigyógyulni. Ehhez nagyon sok segítség kell. Minden pszichés betegséghez nagyon sok segítség kell. És nem csak azoknak a segítsége, akik a szeretteink, a családunk, akik és nap mint nap körülöttünk vannak, hanem olyan emberek is, akik egy kicsit távolabb állnak tőlünk. Munkatársak, vagy osztálytársak, iskolatársak, barátok. És hogyha ők megértik, és elfogadják ezt a betegséget, és segíteni próbálnak, akkor sokkal könnyebb belőle kilábalni. Egyébként egyedül tényleg nem lehet. Egyedül nem lehet. Talán gyógyszeres kezeléssel igen, szinten lehet tartani, de teljesen meggyógyulni biztos, hogy nem, hiszen tulajdonképpen az legutóbbi kutatások szerint a pánikbetegséget és a pánikrohamokat a szerotonin hiány, boldogsághormon hiánya, az agyban lévő hiánya okozza. Na most boldogságot egyedül kreálni hogy?
Tehát ahhoz az kell, hogy olyan emberek vegyenek bennünket körül, vagy úgy épüljön az életünk, hogy egy olyan boldogság dózist kapjunk, ami kirángat bennünket ebből. Nyilván a könyv kapcsán is több pánikbeteggel beszélgettél. Egy egykori pánikbeteg fél attól egyébként, hogy újra eljöhet ez az időszak, vagy már fel van vértezve azzal a tudással, hogy tudja, hogy ki tud jönni belőle, ha így is alakul? Megmondom őszintén, hogy én csak olyan pánikbeteggel beszéltem, aki gyógyszert szed. És ők nem merik letenni a gyógyszert. Tehát ők félnek attól. Azt mondta az egyik ismerősöm, hogy teljesen jól van a gyógyszertől, tehát egyáltalán nem érzi a rohamokat, nem fél, szerotonin tartalmú gyógyszert szed. És lehetséges, hogy ha nem szedné a gyógyszert, akkor is jól lenne, de nem kockáztat. Én nem ismerek olyat magamon kívül, aki gyógyszer nélkül ebből kigyógyult volna. Biztos, hogy van, csak én nem ismerem. Az én szerencsém az volt, hogy én nem voltam nagyon mélyen. Tehát nálam időben elkapták, és időben mellém állt a család. És nem bolondnak néztek, nem hisztérikának néztek, hanem jól szerettek. Tehát ha kellett, akkor letoltak, ha kellett, akkor megszeretgettek, de nem hagytak, hogy üljek a szobasarkában, és búbánatosan belemerüljek a problémámba. Azt írod a könyvben, hogy univerzális recept arra, hogy hogyan kell kijönni, vagy hogyan lehet kijönni a pánikbetegségből nincs. Te viszont már bejártál egy utat. Tanácsot nyilván tudsz adni másoknak. Azért nehéz tanácsot osztogatni az én helyzetemben, mert egyrészt nem vagyok pszichiáter, pszichológus. Tehát én csak a saját problémámról tudok beszélni, és arról, hogy én hogy jöttem ki ebből. És az is igaz, hogy mindenkinek más. Más a mentalitásuk az embereknek. Én optimista vagyok. Nagyon sok ember, mivel depresszióval is együtt jár a pánikbetegség, ezért nagyon sok ember depresszióba süllyed emiatt. Én nem vagyok erre hajlamos, hál' Istennek. Egyébként az is igaz, hogy a pánikbetegek egy része alkoholhoz, droghoz fordul. Nálam ez sem fordult elő, hál' Istennek, mert abból aztán már tényleg nagyon nehéz kijönni. Úgyhogy tanácsot adni, talán hogyha valaki elolvassa a könyvet, jobban besüllyedni nem fog tőle, azt garantálom. Talán észreveszi tényleg azt az oldalát a betegségének, ami abszurd, és ami akár nevetséges is lehet, saját maga számára. Mások számára ez továbbra sem vicces. Milyen volt a könyv fogadtatása eddig? Eddig én csak pozitív visszajelzéseket kaptam, hál' Istennek. Nem tudom. Olyan sokan még nem olvashatták, mert nem olyan régen van a piacon. Most került a könyvesboltokba, és az online könyvesboltokban van talán egy héttel korábban. Tehát még olyan sokan nem találkoztak vele. Én föltettem az oldalamon egy kérdést, hogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy kinek hogy tetszik a könyv, és elég sok választ kaptam, hogy még csak most fog megérkezni. Még csak most rendeltük meg. Tehát sok mindent nem tudok róla. Aki olvasta, az azt mondta, hogy nagyon jól szórakozott. Viszont az eladás az szépen megy fölfele, ezt viszont lehet tudni. Sikerlistás a könyv. A legnagyobb online könyvesboltban sikerlistára került, ami nagyon nagy öröm számomra. Nagyon nagy nevek között vagyok, hál' Istennek. És hát ezt nagyon-nagyon köszönöm a kiadónak is, mert rengeteget dolgoznak. Ők rengeteget tesznek azért, hogy népszerűsítsék a könyvet. És hát nem sokáig örülhetsz csak úgy önfeledten ennek a kötetnek, hiszen folyamatosan dolgozni kell. Már ennek a könyvnek a hátuljában is itt van a következőnek a borítóterve. 40 felé pártában. Egy picit azért erről is mesélj. És hogy mikor olvashatjuk a következő könyvet? Már novemberben meg fog jelenni ez a könyv. És ez is egy társadalmi problémáról szól. Nem egy betegség, de nagyon sok mindenkit érint. Rengeteg olyan szingli ismerősöm van nekem, de szerintem mindenkinek, aki 40 felé jár, és még mindig nem tudott családot alapítani. Erről a problémáról szól egyébként a könyv, szintén egy humoros dolog, és humoros formában írtam meg, de ez is egy komoly kínlódásám, főleg a nők részéről, bár nagyon sok férfitől is azt hallom, hogy nem találja a párját.
nem találják az igazit. Talán az elvárások magasak, talán a világ változott meg, igazából nem tudom. A könyvből kiderül, hogy végül is az a két nő, akiről szól ez a történet, az megtalálja a párját, és vajon mennyi időre találják meg, mert az sem mindegy. Lesz-e család? Ez majd ebből kiderül. És gondolom mindezt a szokásos, angelikás, humoros formában megfogalmazva. Mindenképpen. Szeretettel várunk majd vissza akkor is, most viszont köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Nézőinek pedig köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!